kicsi gyerek voltam, általános iskola alsó tagozat, és volt egy nagyon jó rajztanárunk, aki a rajzolás iránt érdeklődőknek külön rajzszakkört is tartott a szabadideje terhére. Én akkor azt, hogy elkezdtem rajzolni, neki köszönhettem, és nagyon sokszor plenerben kimentünk a kis településem melletti dombokra, és ott plener rajzolgattunk, amit a szemünkkel észleltünk a körülöttünk lévő világból. És én akkor azt vettem észre, hogy nagyon érdekel a rajzolás, nagyon érdekelnek a művészeti dolgok. Egyre többet rajzoltam, még voltam olyan rendetlen, hogy matematika órán is rajzoltam. Akkor a matek tanárom ezt nem annyira díjazta, ő megkért, hogy akkor azt a táblánál folytassam, de a matematika nyelvén. És miután családi indítatás nem igazán volt ebbe az irányba, ezért úgy egy idő után ez abba maradt. Aztán jött a kamaszkor, ami szintén másról szólt, mint a rajzolás. És sok-sok év telt el, tíz években, több tíz évben is beszélhetünk, amíg nem fogtam ceruzát a kezembe. Majd mikor megszülettek a lányaim, akkor velük elkezdtem, hogy rajzoljunk, színezzünk, kézműveskedjünk, és ahogy én őket próbáltam terelni ennek az irányába, az egyikőjük ugye nyitottabb is volt erre, akkor gondolkodtam el azon, hogy miért nem veszek én újra ceruzát a kezembe. Nem csak a gyerekek, hanem én is rajzolhatok újra. És akkor visszamentem a gyerekkoromba, és azokat az élményeket előszedtem a hátizságból, és elkezdtem rajzolgatni. Először részt vettem egy jobbagyféltekés rajztanfolyamon, és egyre többet rajzoltam, de igazából csak fekete-fehérből grafitok voltak, és eltelt így három év körülbelül, amikor azt éreztem, hogy szeretnék most már színeket is látni, nem csak a fekete-fehéret, és aztán elkezdtem. Először az akril technikával ismerkedtem meg, aztán belopta magát a szívembe az olaj, próbálkoztam akvarellel is, nem áll olyan közel hozzám, de az olaj az, amit médiumként nagyon megkedveltem. Én vezetőként is úgy érzem, hogy mindenképp bele kell vinni a kreativitást abba, hogy a munkatársakkal emberként együtt tudjunk dolgozni és motiváltak legyenek. De ettől függetlenül valóban egy teljesen másik irány, mert még a postán nagyon sok emberrel közösségben kell, addig a festészet egy elmélyülés egyedül, és csak az én világom van velem. Gondolom, hogy ezzel, hogy a művészettel nehezebb megszólítani, nem teljes mértékben értek egyet, mert úgy érzem, hogy most a napjaimban egyre inkább érdeklődés van a művészet iránt, a képzőművészet iránt, és a képzőművészetnek minden ága iránt. Tehát egyre több helyen találom szembe magam azzal, hogy érdeklődnek. Eljárok kiállításokra, nagyon szeretek kiállításokra járni. Nagyon-nagyon sokan vannak a kiállításon, sok érdeklődő és fiatalok. Láthatjuk azt, hogy nagyon sok helyen kezdtek el ezzel a jobbagyféltekés tanfolyamokkal rajzolni, tanítani, mert ez a vizuális kultúra fejleszthető. Tehát ez, aki úgy gondolja magáról, hogy nem tudok, mindenki tud rajzolni, és mindenféleképpen ez egy fejleszthető része az agyi tevékenységünknek, és én azt látom, hogy egyre többen kezdenek el rajzolni és festeni, és rengeteg festőkör nyílik, amatőr élményfestések, és ezeken a helyeken egyre közelebb hozzák. És hogyha egy olyan személyiség tartja az élményfestést, aki nem csak kifestőzni tanít, hanem egyáltalán a művészetet megérteni segít, mesél a régi művészekről, vagy elkezdjük az alapoknál, mert én azt mondom, hogy ahhoz, hogy valaki elkezdjen festeni, mindenképpen a régi iskolák alapjait kell először elsajátítani,
és arra ráépíteni majd azt, ami az ő egyéni személyes jegye lesz. Természetesen a fotózás az mindenképp ott van, főleg a realisztikus festészet területén, mert most már nem vagyunk arra rászorulva, hogy egy festő megörökítse nekünk azt a pillanatot, hanem 10 másodpercek alatt digitálisan megörökítettük a család minden pillanatát, és ugye erre az eszközök is már a kezünkben vannak, vagy a zsebünkben folyamatosan, tehát folyamatosan örökíthetjük meg az életünk minden pillanatát, és oszthatjuk meg ezt a világgal, ahogy ugye látjuk magunk körül. Ettől függetlenül a művészi értéke nem mérhető együtt. Nekem nagyon nagy elismerés az is, hogy egyáltalán megmutathatom a képeimet, és megnézhetik akár egy kisebb galériába, nagyobb galériába egy közönség, mert végül is egy művésznek belülről mindig az a vágya, hogy megmutassa, amit alkotott. De szeretném azt is, hogyha valaki hazavinné, és azt mondaná, hogy amikor ő ránéz bármelyik napszakban, akkor neki az örömet okoz. Hát én igazából akkor vagyok boldog, ha valaki azt mondja az én képemre, az én alkotásomra, hogy ő neki az örömteli pillanatokat okoz, és otthon a saját kis családi szférájába visz haza belőlem egy darabot.